Köszöntöm nézőinket! Postainre honlapja egy hete elérhetetlen, lekapcsolták. Vajon kiknek az érdekeit zavarta a weblap léte? Erről és sok egyéb izgalmas témáról kérdezzük Posta Imrét, a köztársasági őrezred egykori pszichológusát, akit köszöntök ismételten a stúdiónkban. Műsorvezetőtársam pedig a következő egy órában Valencsik Ferenc lesz. A telefonszámunk pedig a régi 215540, valamint 215542, ezen mondhatják el véleményeiket, és kérdezhetnek is vendégünktől. Amint már a felkompban is elmondtam, ugye, hogy egy hete elérhetetlen a honlapja. Mi történhetett? Illetve mi történt? Ön nyilván tudja. A hivatalos verziót mondjam, vagy pedig a nem hivatalos. Szerintem mondja először a hivatalos verziót, és utána. Van egy bejelentésem, örömteli hír, hogy tegnap estétől újra üzemelek, csak www.postaimre.tk Tamás Károly, ez a végződése, mert nem akarják felszabadítani ezt a www.postaimre.com-ot. A szolgáltató az nem magyarországi, az Kanadában található, direkt azért nem hagyta Magyarországon, hogy ezt ne tudják csak úgy ilyen egyszerűen megoldani, de hát úgy látszik, hogy messzire elér a kezük. De mivel indokolta, akkor nézzük a hivatalos verziót, mivel indokolta a szolgáltató, hogy nem elérhető a honlapja? Mikor egyik pillanatra másikra állították le, tehát én éppen ott ültem a gép előtt, elég jól futott már a honlap, nagyon komoly témákat feszegetett, és nyilván ez nem nagyon tetszett másnak, és egyik pillanatra másikra csak leállították, mindenféle előzetes értesítés nélkül. Amikor én utána kérdeztem, és barátaim segítségével, akik jobban beszélik ezt a konyha nyelvi angolt, akkor azt mondták, ugye hebegve, habogva, hogy a tárhelyet túlterheltük, viszont nem túlterheléses támadás érte az ő tárhelyüket, hanem úgy néz ki, hogy én használtam nem megfelelően a számomra biztosított tárhelyet. Hát ez megy mondjuk néhány órán keresztül, mondjuk azt is mondhatom, hogy talán egy-két nap, de túlterheltség most már hete? Sántít a dolog, azért, mert én minden nap néztem, és elég jól futott a honlap, volt olyan nap, amikor 9000 látogatott, tehát 9000 különböző IP címről, és nagyon sok külföldi, tehát Amerika, Kanada, sokan olvasták Európából, és nem csak magyarul. Arról meg nem is beszélve, hogyha valóban túlterhelt volt, nyilván kellett volna értesíteni önt előre, nem? Hogy posta úr egy kicsit figyeljen oda, mert túlterhelt a honlapja, és lehet, hogy le fogjuk kapcsolni, vagy ilyenkor nem szoktak előre szólni? Nem tudom, én eléggé műkedvelő vagyok ebbe a dologba, mármint az internetezésben, de azt gondolom, hogy ha valami túlterhelődik, akkor először olyan jelzés jön, hogy mondjuk kicsit lassabb lesz a honlap. Tehát nem egyszerűen lekapcsoljuk a honlapot. Tehát lehet, hogy lelassul, azért, mert sok a látogató, de az, hogy lekapcsoljuk, mert túlterheltség van, hát az olyan, mint az SMS-nél, nem? Hát akkor kicsit sokat küldenek SMS-t, akkor lekapcsolják a telefonjainkat, nem is értem. És aztán elfelejtik visszakapcsolni. És akkor elfelejtik ez azért poén, mert én kifizettem ezt a tárhelyet 10 évre előre, tehát nincs is arról szó sem, hogy esetleg valamiféle anyagi meg nem egyezés, vagy inkompatibilitás merült volna föl. Gondolom, ilyenkor lehet akkor perelni őket, nem? Természetes, majd keresek is erre lehetőséget, és nyilvánvaló vissza kellene, hogy fizessék az előre kifizetett pénzt. De itt nem a pénzről szól a dolog, hanem elvi történet, mert azóta nagyon sokan megkerestek telefonon. És most akkor nézzük meg azt, most ez volt a hivatalos, nézzük meg a nem hivatalos indoklást, hogy miért nem működik a honlap. Na hát itt a paranoiások egy kicsit előnyben lesznek, tehát akinek van fantázia, és esetleg látogatott is, ellátogatott a honlapomra, az pontosan tudhatta, hogy ott elég komoly témák futottak, és nem csak a futottak még kategóriájában, hanem tényleg a napi politikai szinten nagyon jó, mély tartalmú hozzászólásokkal gazdagítva írogattam én a napi kis beírásaimat, és tettem rá olyan cikkeket, ami minden magyar állampolgárnak, de hozzáteszem, hogy talán nem magyar állampolgárnak is sors kérdése, ugyanis végnapjait éli a magyar köztársaság, ezt tudnia kell a nézőknek, és ezekben a témakörökben az izraeli betelepüléssel kapcsolatban, az izraeli katonák itt létével kapcsolatban merültek föl ott elég komoly kérdések, ez mind nemzetbiztonsági kérdés, azt gondolom, és nem csak az izraeli, hanem a magyarság tudattal, a magyarság igazi és előlünk eltagadott és elhazudott történelmével kapcsolatban nagyon jó összeszedett
összeszedett gondolatok, linkek keveredtek a honlapra, és természetesen, mint minden egyes ilyen témakörben megkerülhetetlen volt a cigányság kérdése, a cigem, na mit kezdjünk a cigányokkal, a cigányok mit kezdenek velünk, lesz-e polgárháború, tehát sikerül-e összeúszítani, összeugrasztani a cigányokat a magyarokkal, a magyarokat a cigányokkal, és hát a zsidó kérdés is napirenden volt, mondhatnám, hogy elég mélyen, a Cion bölcseitől kezdve, egészen tényleg a napi politikai szinten, mert ez az izraeli betelepülés, ez egy nagyon súlyos, és azt hiszem, hogy egyre többeket érintő zsidó kérdésként is fölmerül, aminek a visszája, az pedig a magyarok léte. Tehát hogy tudjuk túlélni most ezt a gazdasági válságot, amit egyre többen tudnak, hogy ezt előidézték. Tehát ezt megtervezték, ezt a válságot, és úgy néz ki, hogy ebben a válságban Magyarország, a magyar köztársaság, az ki fog vérezni, és ennek célja és értelme van. Ha már ideget, ki fog vérezni, vagy már gyakorlatilag a kivérzett állapotban vagyunk? Hát a magyar köztársaság, a papíron létező magyar köztársaság, az gyakorlatilag már megszűnt létezni. Tehát ő már kivégzett, vagy kivérzett. Valójában akkor történik meg a magyarság vége, hogyha a magyarság tudat múlik el belőlünk, akkor lesz vége Magyarországnak úgy, ahogy van, az elcsatolt részekkel együtt, vagy az elcsatolt részek nélkül. Olyan politika, ez már tényleg súlyos politikai kérdés, amiről a parlamenti pártok mindegyike óckodik beszélni, valószínűleg azért, mert mindegyike Tel Avivba kapja a mondandóját, erről ugye már lehet hallani, hogy a magyarnak mondott belpolitikát az külföldről irányítják, tehát mindenki szaladgál Londonba, New Yorkba, mindegyik Fidesz is, MSZP, teljesen mindegy, Izraelbe nyaralnak, telelnek, tehát olyan kapcsolatrendszer alakult már ki, ahol a magyarság, vagy a Magyarország, magyarok léte nagyon-nagyon súlyosan megkérdőjelezhető Magyarországon belül. Mi javasoltam is, hogy egy kisebbségi ombudsmant kellene nekünk most a magyaroknak találni, és a magyarokat... Magyar kisebbségi ombudsmanunk már van. Hogyne, de magyarból kellene még vagy három, hogy igazán képviselje az érdekeinket, és a magyarságot, a magyarokat azt a világ örökség részévé kellene most, nem most, bocsánat, tegnap előttről visszadátumozva tenni, mert ki fognak bennünket írtani, ki csinálnak. Ez az egyre több ember látja, egyre több értelmes gondolkodó ember látja. Van egy telefonálunk a vonalban, szerintem hallgassuk meg, és utána folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok! Tiszteletem, szép jó napot kívánok! Üdvözöljük! Szeretettel köszöntöm Önt is, Posta úr! Szép napot! Üdvözlöm! Szalai Gábor vagyok. Éppen az előbb volt itt a barátom nálam, elhozott egy könyvet is, mind alátámasztandó, amit Posta úr mondott, a könyvnek a hátoldalán, most hagyd ne mondjam egyébként a címet, ezt megköszönjük. Egyben nem is tudom, kettő rettetesen felkavart itt engem ez az egész. A hátoldalán ajánlóba és összefoglalóként a következő áll. Zsidó, tégy meg mindent, hogy elveszesd és megszerezd Galíciát és Magyarországot. Szó szerint így, Galíciát és Magyarországot. Nekünk ez az éghajlat, nekünk ez a környék tökéletesen megfelel. Mindent tegyél meg érte a lehetséges kezedbe kerülő eszközökkel, hogy ez így legyen. Volt ott egy aláírás, és 1910, és a hiteles forrás. Ez esküszöm az élő Istenre, az első szótól az utolsóig, így igaz. Másfél órával ezelőttre eredezendhető ennek az egész dolognak a számomra a kiderülése. Úgyhogy én csak azért szólok hozzá a műsorhoz, valami csodálatos, valami fantasztikus, és ezzel is legyünk tisztában. Éljen Magyarország! Egyébként még annyit szeretnék mondani. Egy magyar parlament, amelyik azt vizsgálja, hogy ki a cigány ellenes és ki a zsidó ellenes, nem azt, hogy ki van a magyar ellen, az előttem egy nulla, az előttem nem számít. Posta úr, nagyon tisztelem Önt. Valencsik úr, Önt is. Köszönjük. Nagyon sok erőt, nagy egészséget. Viszont kívánok.
Én is köszönöm. Viszont hallásra. A magyarságtudat egyébként mennyire bulik rajtunk? Mert lehet magyarságtudatról beszélni, de ha bennünk ez nincs meg, mert pedig állandóan ugye azzal jövünk, hogy például Amerika. Amerikában ugye mindenki tudja, hogy ő amerikai, és ezt tiszteli, és becsüli, és szereti, és az a lényeg, ugye amikor most volt az elnökválasztás is, azt mondták, hogy tök mindegy, hogy ki melyik oldalra tartozik, egy a fontos, mindannyian amerikaiak. Mi hogy keveredtünk ettől ennyire távol? Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Én azt gondolom, hogy ha 3 órát beszélgetnénk róla, akkor se jutnánk nagyon messzire. Szerintem az amerikaiaknak a jó része, lehet, hogy súlyosabban talán, mint a magyarok jó része, de menthetetlenül ostoba. Tehát ott tele van idén, nem csak a konzumidiotizmus, fogalmuk nincs róla, hogy mi Amerika. Alapdolgokkal nincsenek tisztában, nincs meg a háttértudásuk. Sajnos az a baj, hogy a magyaroknak sincsen már, illetve van egy szűk réteg, aki próbálja vinni az igét, a magyarok igazi történetét, azt a történetet, amit már jó részt 150 éve folyamatosan tagadnak és hazudnak el előlünk, és hát hagyd nem mondjam, hogy egy olyan politikai elit irányítja, és most viszi csődbe ezt az országot, tehát egy végkifejletnél tartunk jelen pillanatban. Nem véletlenül állították le azt a honlapot, mert olyan tisztán szépen jöttek ki összeszedett gondolatok. Csak ez, mármint azt mondja, hogy egy magánszemély kezében lévő honlapot leállítanak, az egyben mutatja ennek a hatalomnak a gyengeségét is. Hát ez egy magánhonlapról beszélünk, hogyha egy magánhonlap ennyire veszélyes lehet a hatalom számára, akkor az a hatalom az gyenge, az a hatalom az már vége. Megszűnt. Tudjuk, hogy én szoktam mondani, hogy járom az országot, tehát majd innen is megyek vidékre előadni, és minden nap, minden estére nagyon ki van éhezve a magyar nép az igaz szóra. Tehát a hatalom az gyakorlatilag egy gyűlölet hatalma van most, amiről itt szólt a betelefonáló. Itt egy nagyon jól megkonstruált magyar nép hülyítés zajlik folyamatosan. Be vagyunk altatva. Azok az irodalmak az iskoláinkon keresztül, amit tanítanak nekünk, az maszlag, az a mű máz, ami a médián keresztül jön, az a hülyítés, de a szó legszorosabb értelmében, amit csinálnak velünk, az nem nemzetellenes. Tudatosan butítják le a magyarságot. Tudatos butítás, ezt nevezhetjük liberalizmus, vagy bárminek, összemossák a szezont a fazonnal, hogy mindegy, hogy nő vagy férfi vagy, ha köcsög vagy, ha buzi vagy, ha pedofil vagy, annál jobb. Tehát, hogy ne legyél ember, ne legyél a talpadon ember, és hazudj minél többet. A hatalom, a gonosz, mert most a gonosznak a markában vagyunk, és nem csak mi magyarok, hanem egész Európa, egész Amerika, sőt az egész világ fölött uralkodik most ez a néphűítés. Hát ez a gonosz a legjobban az igazságtól fél. Tehát az, amikor nyíltan valaki oda mondja neki, jó, gyere, akkor beszéljünk őszintén, hogy mi is van. A honlap erről szól, tehát én nagyjából, ha aki ismer, vagy azt hiszi, hogy ismer, a feleségem is sokszor döbben egyébként, de most már úgy legyint rá, hogy tudja már, hogy milyen vagyok. Őszinte vagyok. Lehet, hogy nem tudok mindent, tehát lehet, hogy nem számoltam meg darabra, hogy most elterjedt a hír, hogy 4000 izraeli harcos fegyverben Magyarországon van. Lehet. Ez lett volna a következő kérdés. Ez most nem olvastam tény, a papírt. Ezt tudom, ez most tény, vagy egy feltételezés? Mert ezt most már több portálon olvastam én is, hogy izraeli harcosok vannak konkrétan, azt hiszem, táborfalván. Igen. Viszont nem látom mögötte a bizonyítékot. Ez most egy kitaláció, mendemonda, vagy tény? Mert nem mindegy. Mondhatnám, hogy teljesen mindegy, hogy mendemonda, vagy tény. Én mikor meghallottam ezt a történetet, éppen azért nem akartam se megírni rögtön, se közzétenni, hanem azt szerettem volna, hogy utána járjak a dolognak. Akkor beszéltem, én személyesen beszéltem Széles Gábor úrral, hogy ennek adjunk olyan médiát, egy stába menjünk ki, vegyük föl, csináljuk, járjunk utána, mert ez egy hatalmas nagyot durranhat. Azért is, mert nemzetbiztonsági kérdés, azért is, mert hazaáruló kormányról van szó, szóval ezek hivatalosan egyetlen egy izraeli katona, aki örökösen hadi állapotban van, mert Izrael állandóan hadi állapotban, és láttuk, hogy mit csinálnak folyamatosan Gázában. Hát nehogy az legyen már itt is, hogy mikor becsődöl az ország, mert ugye az ország már becsődöl, csak még nem jelentették be. Tehát majd időzítik, lehet, hogy március 15-ét követően, lehet, hogy kihúzzák valahogy az EP választásokra, ez a politika, tehát ezt játsszák velünk, úgyhogy a nézők vegyék nagyon komolyan azt, hogy az ország nem csődhelyzetben van, az ország csődben van. Tehát arra készüljenek fel, hogy nagyon komoly válságnak nézünk elébe, amit a legtöbben föl se foghatnak, csak azok, akik mondjuk a világháborút túlérték, amikor a pengőt söpörni lehetett ugye az utcán.
ez egy beláthatatlan következményekkel járó dolog. Na én utána eredtem a témának, és próbáltam információt gyűjteni, de még mielőtt le tudtuk volna videózni az ottani csapatmozgást, egyébként kaptam jelzéseket, hogy amikor a média rátelepült a témára, előtte való este 3 darab 7 tonnás teherautó, leponyvázott teherautó fordult 3-szor, ezt egy szemtanú elmondja, onnan a bázisról, tehát kiürítették a bázist. Aztán amikor mentek már a srácok videózni, és megjelent a Nemzeti Hírhálón is a szabadfilmeseknek, a Szabadfilm Project cégnek a oknyomozása, és ott vannak fényképek, milyen érdekes, kimentek az Alfa űrbázisra. Ott van a katonai bázis, Magyarország, sőt, Európa legnagyobb lőtere van ott, tehát az egy, és azt tudnia kell a nézőnek, hogy az a bázis, az nagyon közel van Tatár-Szentgyörgyhöz, ahol ugye ezek a nagyon kényes, meg érdekes, és nagyon olyan félelmetes események történnek. Ott van Európa... Az egyik honlap egyébként össze is kapcsolta ezeket a történéseket. Tehát azt mondta, hogy Magyar Gárda, ugye, mert Tatár-Szentgyörgyön volt az első nyilvános megjelenése a Magyar Gárdának, utána Táborfalva, az állítólagos izraeli harcosok, és a végkifejlett ugye Tatár-Szentgyörgyön a kettős gyilkosság. Most, hogy ezt összekapcsoljuk, akkor egyébként ez nagyon könnyen lemodellezhet, és nagyon messzire vezető modellezés lenne ez, hogy itt milyen súlyos érdekek mozognak a háttérbe, és mennyire aljas ez az érdek. Elmondok egy verziót, mert lehet, hogy tőlem vették át ezt a hírt, ugyanis én is összekötöttem, és akkor állították le a honlapot, amikor ez a hír így összekerült egy kalap alá. Na most úgy néz ki, hogy a szabadfilmesek lefotózták ott, hogy üres a bázis, katonát nem látni. Viszont vadi új őrtornyok vannak, kerítés, utak, tehát olyan, amit folyamatosan használnak, most is használnak, ugye az amerikaiak voltak ott egy ideig, aztán elmentek. Ott azért van egy atomsíló, ezt ne felejtsük el, azt nem lehet tudni, hogy az atomsíló az most üres-e vagy tele van, mert hogy állítólag Izraelnek is van atom. Ha Amerikának van, akkor Izraelnek is van. Hát tudjuk, hogy Amerikát is gyakorlatilag ugyanaz az érdekkör, izraeli érdekkör irányítja. Tehát egy Obama az egy ugyanolyan az a kesztyűbáb, mint Gyurcsány vagy Orbán Viktor. Tehát ugyanabból a cseresznyézik. Ott van a bázis, és ott van vadi új, több száz család befogadására, én amit láttam, így próbáltam kiszámolni, hogy hány lakásból áll, építmény, egy kaszárnya építmény, amit emberek befogadására alkalmas. Erre mondják, hogy olyan konténervárosszerűség. Ez nem a konténerváros, ez egy teljesen modern módon fölépített origi új épület, és a régi épület is ott van előtte, teljes módon, nagyon-nagyon korrekt módon felújítva. Ez látszik a fotóból, és még az építkezésnek nincsen vége. Na most kérdezem azt, hogy minek mi vagy, Magyar Honvédség gyakorlatilag nem létezik, ami létezik, az mindegyik kint van. Afganisztánban is itt-ott-amott biztosítja a drogszállítmányok szabad futását, mondjuk katonai gépeken, ezt simán meg lehet oldani. Ezt tudjuk, hogy Magyarország az egy ilyen drogcsempész ország, egy ilyen nem terjesztő is, tehát itt van a maffia összefonódása. Itt mennek át, viszik tovább, meg egy részét logisztikai logisztikai központ, ez nagyon jó, hogy így működik. Na most ott van egy bázis, katonák nélkül, és vadi új épületekkel. Olyan bázis, ami nem csak 4000, hanem 7000 ember befogadására is alkalmas. Beszéltem helyi emberrel, aki azt mondta, hogy a polgármester az előtte úgy etette őket be, hogy mondta, hogy hát itt két projekt lehetséges. Az egyik projekt, hogy építenek egy kreatóriumot, ez egy kreatórium. A másik pedig az, hogy építenek egy menekültábort, és akkor itt tessék kapaszkodni. 7000 palesztin számára menekültábor lenne ott. 7000 palesztin. Ugye most egy laikus ember, egy vidéki paraszt, bár csak lenne több vidéki paraszt, mert a parasztok az a magyarság gerince. Az a baj, hogy már nem nagyon, ugye libásokat mindenkit tönkrevágnak. A vidéki paraszt nem tudja megkülönböztetni. Azt tudja, hogy valamilyen nyelven jön, megy, meg ott valami mozgás van. Hát tessék már összerakni logikusan a képet. És közben azt is tudjuk, hogy a Balatonnál terveznek egy ilyen bázist. Ott van Szentkirály Szabadja, ami helikopter, leszállópálya, meg helikopteres laktanya volt, az is egy nagyon remek cég, egyszer jártam ott én is kisgéppel leszálltunk, és ott arról rebesgetnek, hogy 100 000 fő, ez már annyira hihetetlen, hogy szinte hihető, hogy 100 000 fő befogadására alkalmas konténervárost építenek, és közben Siófok fölött, tehát ott akarnak egy repülőteret is kialakítani, úgy, hogy Magyarország gyakorlatilag csődben van,
Az embereknek nincs pénzük, lassan már ugye a nyugdíjakat se tudják kifizetni, mert ha csőd, az azt jelenti, hogy nincs miből megfinanszírozni, és olyan katonai beruházásokat eszközölnek. Közben a Magyar Honvédség karöltve ezekkel a nevezük idegenekkel, előtte 3 héttel pedig elvégzi a saját hadgyakorlatát, mégpedig abból a célból, ezt ugye nem is volt titok, abból a célból, hogyha itt lázadás vagy valamiféle hasonló belső villongás van, akkor a Magyar Honvédség leverheti ezt. Közben Ferihegyen a Mossad képzi ki a magyarokat arra, hogy mit kell csinálni, hogyha terrortámadás van. Tehát ezek a kép, összeérnek ezek a történetek. Tatár-Szentgyörgy meg azért nagyon fontos, mert ha elképzeljük azt, hogy ide be akarnak települni, és azért hagyd legyünk őszinték, ez a betelepülés folyamatosan. Tehát nekem van kapcsolatom sok emberrel, rendőrökkel, katonákkal, és mondják, jelzik, hát Ferihegyen ide jönnek gépek, tehát ide Izraelből, Tel Avivból, El a légitársaság, de Kanadából is, hát tudjuk, hogy a haszid zsidókat hozzák befelé. Tehát ez nem egy fikció, ezt nem én találom ki, erről beszélni kell, mert ezek tények. Tehát nem kell, hogy betelepüljenek, itt vannak. Hogy katona, mikor, mennyi van közöttük, azt nem tudom, de Mossad ügynök, vagy olyan, akit a Mossaddal kapcsolata van, az szerintem 10 000-re, vagy 10-től 20, vagy lehet, hogy 30 000-re, hát évek hosszú sora óta bejöttek. Az, hogy katona miért kell ide, az meg nagyon egyszerű dolog. Szítják ugye a feszültséget a magyar cigány között, ott volt ez a Tatár-Szentgyörgyi eset. Tatár-Szentgyörgy tényleg légvonalban 5 kilométerre van a lapra. Ne fussunk előre szerintem ennyire. Ennyire. Egy telefonálót hallgassunk meg, mert égnek a vonalaink. És bele megyünk utána a magyar cigány konfliktusba. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kérd csak! Én köszöntöm a műsorvezetőket, illetve Posta Imrét. És legelőször is azt szeretném elmondani, hogy valószínűleg a honlap betiltáshoz biztos irigyek voltak olyan szempontból, hogy esetleg az ön honlapját többen nézték, mint a rendőrség által összemanipulált honlapot, amit rólam próbálnak leadni. Erről ennyit. Az én példám, amit én most el szeretnék így gyorsan mondani, az főleg azt próbálja meg betíteni az emberek felé, hogy Magyarországon nem csak gazdasági válság van, hanem Magyarországon emberileg, jogilag, az igazságrendszeren belül is hatalmas válság van. Az én történetem az annyi, hogy én egy gyöngyösi 36 éves anyuka vagyok, van egy kisfiam, és minket a rendőrség titkosszolgálati módszerrel bekamerázott. Ezt a rendőrség hajtja végre, de biztos vagyok benne, hogy ez szentebbről jövő utasítás alapján történik. Itt az összevágott anyagokat, összemanipulált dolgokat az interneten lejáratás címén leadják. Ebben van mentális ellehetetlenítéstől kezdve női, anyai, erkölcsi, minden, amit csak el lehet képzelni. 2008. február 29-én vettem magamnak a bátorságot, átmentem a rendőrségre, szóvá tettem, miért csinálják és hogy fejezzék be. Erre az volt a válasz, hogy bilincs, kamuvádak, egyéb dolgok. Ebből lett egy bírósági dolog, ami által az ítélet úgy született meg, hogy nekem ezt január 8-án hirdették ki, előtte 2 nappal Gyöngyösön már mindenki tudta, hogy mi lesz az ítélet. Tehát 60-ban hirdették ki, de máshol született meg az ítélet. Mindezt a Magyar Népköztársaság nevében közölte velem a bíróság. Tehát azt az igazságtalanságot, ami azt a törvénytelenséget, ami mint a rendőrség, az ügyészség és a bíróság részéről Magyarországon folyik, ez példátlan. Erre ezt tudom mondani, és az, hogy valamikor a Kádár rendszerben a pszichiátriát a politika szolgálatába állították, ez ma is így van. Ezt én a saját példámon tudom állítani, hogy ez nem múlt, hanem ez jelen, és ez a mai napon is megtörténik. És mivel ez a dolog fellebbezés alatt van, viszont jelentősen folyik az én elbizonytalanításom, amiből arra következtetek, hogy valószínűleg megint olyan ítélet születik, ami hát nem lesz túl pozitív. Szeretném a Posta úr segíteni nekem abban, hogy esetleg hogy lehetne ezt az ügyet külföldre elvinni Magyarországról. Mert én úgy érzem, hogy itt Magyarországon én nem fogom megtalálni az igazamat. Szerintem ez úgy... Csak egy mondatot szeretnék mondani. Én azt kell, hogy mondjam, és üzenem a köztársasági elnök úrnak, hogy én szégyellem, hogy Magyarországon élek. Köszönöm szépen. Ne tegye le a telefont, arra kérnénk, hanem a telefonos hölgynek adja meg a telefonszámát, és akkor onnantól kezdve tud majd
postaúrral. Jó, ne tegye le semmiféleképpen a telefont, nagyon szépen köszönjük. Egyébként csak Ne szégyelje magát, hogy Magyarországon él, szégyelje magát az összes politikus, aki ezt az országot oda juttatta, ahová jutottunk most. Mielőtt áttérnénk egyébként a cigány kérdésre, még egyetlen egy gondolat, ami megütötte a fejemet így az elmúlt napokban, hogy nagyon sok gyerekkori barátom, akik érdekes módon kiköltöztek Izraelbe, most értek haza. És elgondolkodtam, hogy vajon miért ebben a helyzetben erre a Magyarországra jöttek amikor most haza. Amikor gyakorlatilag a legrosszabb állapotban van az arról ország. Nem beszélve, hogy a normális ember inkább menekülne, mint hogy ide jönne. Elgondolkodtató. Azonban térjünk át arra, hogy egy kereskedelmi televízióban ön azt is állította, hogy korlátolt szellemi képességű cigányokat képeznek ki összetűzésekre. Hát a korlátolt szellemi képesség azért meg kell vizsgálni, hogy körülbelül milyen műveltségi szinten, illetve milyen IQ-val rendelkezik az az átlag populáció, ami sajnos a magyarokra is egyre inkább jellemző, tehát a frissen kikerülő iskolapadból kikerülő generációk, azok egy kicsit már hogy degenerálódnak. Egy a magyarság tudat, tehát nem tudja, hogy mi miért van. Hatalmas káosz van az emberi fejekbe. Tehát borzasztó nagy. Ez ténykérdés. Én beszéltem azzal az illetővel, aki egy ilyen szeanszon résztvevő, hát ő konkrétan mesélte neki a helyet, a helyszínt, az, hogy kik voltak ott, és hogy mi hangzott el. Tehát ott kiképzés folyik. Igen, ügynökök szedegetik össze, és gyakorlatilag magyar ellenes úszításról szól a történet, és ez azért is érdekes, mert én keresem a kapcsolatot az értelmes cigány vezetőkkel végre, mert nem volna szabad, hogy itt ez a betelepülő háttérhatalom, aki nevezhetjük izraelinek vagy zsidónak, ezt mindenki oda teszi, ahova akarja, ez nem zsidó gyűlölet, ez egyszerűen emberi kérdés, hogy miért jönnek most, éppen most, amikor bajban van az ország. Azért, mert erre paktum született, tehát egészen biztosan 500 ezer fő zsidó betelepülőről a kormány intézkedett már jóval korábban, ezeknek most be kell települni, hát neki épült nagyon sok lakó negyed, azt tudjuk. Amire sosincs kírva, hogy eladó. Nincsen eladó lakó, meg azért van az sok bárlistás, aki majd az utcára fog kerülni nyilvánvaló, hogyha bedől az egész rendszer, és az ő lakásaik is szabadok lesznek, és itt jön Tatár-Szentgyörgy is a képbe. Tehát a logika itt hozzá. Ott van egy hadibázis. A hadibázison dolgozóknak, az ott lakóknak, vagy oda települni szándékozóknak, nem magyar katonákról beszélek, mert Magyarországon honvédség gyakorlatilag nincsen. Mint ahogy a rendőrségről is beszéltem, a rendőrség szétzüllesztése és helyette security létrehozása, ez is egy nem véletlen tendencia. Tehát ezt akarják, hogy ne legyen rend, ne legyen fegyveres, magyar fegyveres védelmi testület, aki a magyar állampolgárokat megvédheti. Tatár-Szentgyörgy azért érdekes, mert nagyon közel van. Na most egy egyszerű ingatlan bizniszben gondolkodunk, elbizonytalan, hogy megölnek ott egy-két cigány származás embert ilyen brutális módon, tehát hogy a gyereket is lelőnek, ez félelemkeltő. Azt rá lehet fogni, akár a magyar gárdára, rá lehet fogni a magyarokra, tehát össze lehet ugrasztani, közben azért sejtetik, hogy nem biztos, hogy a magyarok voltak, hanem ugye a MBH is úgy csinál, mintha nyomozna, bár hozzáteszem, hogy az MBH is a Mossadnak a zsebébe van, mint hogy az egész kormány. Hát ott ilyen antiszemita országot, tehát a kormányunknak az egy jó része kettős állampolgár, csak legyünk tisztában, és üdülni ugyanúgy Izraelbe jár. Tehát itt azért egy ilyen antiszemita országot, mi Magyarország, másik nincs, hogy az összes döntnökünk, aki vezénő pozícióban van, döntési pozícióban, az zsidó. Nem kicsit, hanem nagyon. Most Tatár-Szentgyörgyön megvalósítani ezt a történetet azért nagyon cinkes, mert ha ellehetetlenítik ott az ottani polgárságot, akkor oda megy két év múlva, egy év múlva, fél év múlva, nagyon felgyorsultak az események. Tehát az ingatlan árak gyakorlatilag meredeken, amúgy sem voltak magasak azon a környéken, most lezuhannak. Én például olyat is olvastam, hogy a kereskedelmi bankok csomagba próbálják majd értékesíteni a visszavett lakásokat. Pontosan. Tehát akiknek bedőltek a hitelei, elveszik a lakást, nem egyenként hirdeti meg, hanem csomagba. Most drága barátai, Magyarországon azért nincs akkora fizetőképes kereslet, hogy csomagba áruljunk lakásokat. Magyaroknak nincs. Nekem ez föltűnő volt, és most állt össze úgy rendesen a kép, hogy van az, hogy előre prognosztizálható, hogy a magyar fizetőképes kereslet az valahogy csökkenni fog, mert hogy mindenki hitelből él. Mégis épülnek itt Magyarországon, kis Las Vegas épül, úgy szépen lassan, itt-ott vidéken, tehát a nagy projektek, azok nem állnak meg, azok dübörög a gazdaság tovább. Kérdés az, hogy kinek?
Tehát kinek, mikor úgy néz ki, hogy a magyarok innen elmenekülnek, tehát bennénk azt szugerálják, hogy magyar vagy külföldön keres munkát, közben meg Izraelből ide jönnek, Izraelből, tehát az a cionizmus, ami azt szeret, hogy Izrael az a szent hazánk, az a szent, azt védjük, azért halunk meg, és akkor vissza akar jönni. Tehát rakjuk már össze a képet, hogy Magyarországból egyfajta ilyen új Izraelt kívánnak csinálni, és ahhoz a magyarokat, a magyarságot, a magyar gazdaságot, a magyar piacgazdaságot teljesen le kell nullázni. Lesz itt még olyan, hogy földeket, hektárokat, akár két libáért a paraszt odaad, mert nem lesz neki mit enni. És oda jön a bank, és azt mondja, hogy hát köszönjük szépen, akkor most 20-at, és hát hova menjek? Ahova akar. És a bank, azt tudjuk, hogy nagyjából kinek az érdekeit szolgálja, és kinek a zsebébe van. Itt ezzel nincsenek tisztában a magyar állampolgárok, a lakosok, hogy mi következhet el azt követően, hogy itt nem csak burkoltan, hanem konkrétan bejelentik, hogy államcsőd. Beszélgetünk, most már ez a szó egyre többet szerepel a beszédbe, az állampolgárok közti beszédbe, csak nem tudjuk, hogy mi fog következni. Tehát pontosan azzal nincsenek tisztában, amit ön említett, hogy itt két libáért fogjuk odaadni a földjeinket, öt libáért a lakásunkat, mert ha ez nem következik, akkor éhen döglünk, ha tetszik, ha nem. Éhen döglünk. Szó szerint, és ha kimegy tüntetni, nem vetlenül van itt az izraeli hadsereg. Tehát én ezt ténykérdésként kezelem, kapom a híreket, ugye katona ismerőseimtől, hogy hol itt látnak, hol ott látnak, hol itt lövöldöznek, hol ott lövöldöznek, éles lövészetek vannak, és ezt vegye tudomásul a néző, hogy ez nem viccre. Tehát most március 15-ére erősen készülnek, azt várják, hogy robbanjon ki valami, azt várják, hogy úgymond a lázongókat... Ugye pont ez az érdeke, tehát azért furcsa ez a szituáció, bocsánat, mert most a hatalom számára semmi nem jönne jobban, mintha most kirobbanna valami. Pontosan. Hát ez olyan, mint egy falat kenyér ennek tudja, a hatalomban. El tudja terelni a csődről, amit egyébként ők szándékosan. Tehát a csőd nem azért lesz, mert nem tudjuk elkerülni. Csőd azért lesz, mert nem akarják elkerülni. Az, hogy milyen hova szaladgál, meg mit játsz el itt a nagy hattyú halálát a Fletó is társa. Most éppen Oroszország felé tart. Nincs neki jelentősége. Tehát ettől bennünket én 100%-ra veszem, bár ne lenne igazam, nem ment meg senki, csak azért, mert nem is akarják, hogy megmentődjön a magyar, mert ha nekünk jó, az a betelepülőknek nem jó. Ha a gazda meg tudja tartani, itt van tőkeerős magyar gazdaság, hát annyi vállalkozóval találkozok, azért dőtik be ugyan a kisvállalatok vagy kisvállalkozókat, hogy mindenki, hogy ne tudjon senki se ellenállni, és gyakorlatilag tényleg ez a két libái, vagy akár egy libái. Most ez képletes volt, de teljesen mindegy. De nem képletes, mert a kajáról beszélünk, tehát én a mai nap háromszor fordultam az autóval, és kezdtem begyűjteni azt az élelmiszer mennyiséget, amikor már a forint nem igazán ér semmit, a csőd az azt jelenti, hogy lefordítsuk, fizetésképtelenné válik az állam, nem fogja tudni kifizetni azokat ugye befelé nem jön semmi, kifelé meg vannak, hát ki kellene fizetni a TB-t, ki kellene fizetni a gyógyszerfinanszírozás, nyugdíjakat kellene fizetni, a segélykéket ki kéne fizetni, ki kellene fizetni az alkalmazottakat, és ha már rendőr nem kapja meg a fizetést, akkor majd ki fog megvéd, majd a maffiától megvéd valaki. Hát ez egy maffia rendszer. Tehát Magyarországon én ezt így raktam össze, és lehet, hogy a nézőnek itt talán érthetőbb ez a dolog, és nem nagyon akarok elkalandozni, csak lefordítani, hogy miről szól, hogy Magyarország, amit évek óta összepakoltak ebben az országban, az gyakorlatilag egy pénzmosó automatát csináltak az országból. Illegális kereskedelemből, drog, fegyver, lánykereskedelem, fiúkereskedelem, szelfkereskedelem, minden megtalálható itt, tehát az alvilág irányítja, és ez van a politikában. Tehát az a politikai elitnek nevezett valami, meg az a rendőrségi történet, amit múltkorában is itt beszélgettünk, meg ugye folyamatosan, ez mind maffia tevékenység. Na most a demokráciát azért találták ki, meg ezt a média maszlagot, ezt a látszatvilágot, ezt a hipnózist, hogy azt higgye a tisztességes adófizető állampolgár, hogy ő, ha betartja a jogszabályokat, meg megtartja a rendet, akkor itt rend lesz. De azért nem lesz rend, mert ez a látszatvilág. A való világ azt a maffia irányítja. Az országot a maffia irányítja 100%-os mértékben. Most úgy néz ki, hogy a maffia ez a 100%, ez az, ami már több mint lólábilag kilóg, és be akarják dönteni, bedöntik, és ráhúzzák mondjuk az etnikai villongásra, ezt nemzetközileg
próbálják ráterelni erre a sajtónak a figyelmét, ugye? Tehát mielőtt meghal Tatár Szent Györgyön egy gyerek, illetve mikor meghal, bocsánat, már ki is jön egy amerikai elítélő nyilatkozat, ugye a külügyi hivatala, jól emlékszem, hogy itt rasszizmus dílik. Hát, egyrészt igen, másrészt azért a mi rendőri vezetőink közül is néhányan etnikai motivációt sejtettek nyilatkozataikban a háttérben, és ezt ugye másik műsorunkban szóvá is tettük, hogy nem is értem, hogy mire alapozza, hiszen is gyanúsított. Most már visszakoznak. Tehát most már azt mondja, hogy nem csak etnikai vonalon kell nyomozgatni, tehát nem is értem, hogy mire alapozza például Bence József a hülye szöveget. Szerintem Bence József megkérdezhetné a mellette ülő Mossadós ügynököt, hogy melyik volt az, aki ezt kivitelezte, ezt a gyilkosságot. Azt megint csak tudni kell a nézőnek, hogy egyfajta, tehát a politikát azt úgy csinálják, mint hogy a hősöket is előre megcsinálják, fölkészítik erre, sokszor évekkel előre megtervezik, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát január 1-én leírják a tervet, hogy nagyjából majd valamikor december környékén ezt meg itt meg itt felrobban valami, ott meg ott gyilkosság lesz ezen a területen. Tehát mondjuk egy magyar gárdát oda hívni, mert hogy ott valamiféle etnikai villongás van, aztán összemosni a kettőt, hogy magyar gárda meg gyilkosság, egyébként meg ott van ugye az izraeli csapat, aki nincs ott, tehát nem lehet őket látni, ez egy ilyen szellemcsapat. Ha valaki lát Izraelit egyébként az országban, az ne gondolja, hogy ő katona. Tavaly március 15-e előtt 300 izraeli harcos volt itt. Múzeum látogatáson. Na most tavaly hát a béke... a kultúra azért csak-csak. Tavaly a békében, amikor békeidő volt, idézél békeidő volt, 300-an voltak itt hivatalosan. Nem hivatalosan, félhivatalosan. Most a 4000 sem túl sok, de hozzáteszem, nem kell, hogy egy darab itt legyen, mert 24 órán belül, ha kell, akkor 15 ezeret hoznak ide. Muszáj bekérnem viszont egy telefonát, nagyon-nagyon régóta várakoznak. Jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok! Üdvözöljük! Háló, jó napot kívánok! Kész csak! Igen, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Hát most azt szeretném mondani, hát tényleg pont 25 percet várakoztam. Elnézést! Ne haragudjon! Még a műsor, tehát nyugdíjasok meg olyan szegények vagyunk. Na, a lényeg az, hogy ott vesztettük el a magyarságunkat, az identitásunkat, amikor december 5-i szavadáskor a saját nemzet magát pofon vágta, és úgy szavazott, hogy az erdélyi magyarságot, mint magyarokat nem fogadtuk el társainknak. És így, hogy ilyen nagyon kevesen szavaztak arra, hogy igenis legyen magyar állampolgárságuk az erdélyi magyaroknak is, meg az itteni, akik áttelepültek, rettenetesen nehezen kapnak meg itt állampolgárságot, tökéletesen beszélnek magyarul, szebben, mint az itt élő magyarok, és attól függetlenül nagyon el vannak. Meg a másik eset, ami a magyarok ellen fordították, hogy az 56-os nagy ünnepet, ilyen kreált utcai verekedés vagy kihívások, ezek kreáltok voltak, hogy saját embereiket félemlítették és lőtték meg. Én nekem ez a véleményem, és nagyon kérem, hogy egy kicsikét olyan legalább 10 percenként szólítsák meg a betelefonálókat. Minden jót, igyekszünk. Igyekszünk. És éppen ezért be is kérjük a következő telefonálót. Jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok! Üdvözöljük! Háló, itt van velünk? Szerintem akkor neki sületezzünk tovább. Nem cigány-cigány konfliktus. Ugye arról beszélgettünk, ott fejeződtük be, hogy itt mesterségesen szítják az ellentétet. Igen, de ezzel mi a cél? Tehát mi a végeredmény, ahova el akarnak majd jutni a mi derék vezéreink? Ez egy nagyon összetett probléma. Ez a oszd meg és uralkodj alapelv, ez mindig is nagyon jó módi volt. Ugye tudjuk a rómaiak óta, de a rómaiakat megelőzően is mindig ez volt a legfontosabb stratégia. Az a réteg, aki, az a háttérhatalom, aki szeretné megkaparintani Kárpát-medencét, sőt, az a probléma, hogy egyesek szerint is van erre jó esély, hogy igazuk legyen, egyfajta ilyen központosított világhatalomra való törekvés is van a háttérben. Aki szereti az összeesküvés elméleteket, az nyilván most nyugodtan hátradőlhet, mert azt mondja, hogy ilyen nincs. A baj ezzel az, hogy mégiscsak az lesz az eredménye. Tehát a hatalom az azt szeretné, hogyha rabszolgákkal dolgoztatna, tehát a demokráciának látszatára nem kellene adni. De most is ez van gyakorlatilag. Igen, hát csak nem tudják. Nem a rabszolga bérért. Nem tudják az emberek, még mindig múltkor is beszélgettünk arról, hogy annyira ostobák az emberek, hogy az hihetetlen. Tehát nem látnak a saját óruknál van, tovább sem. Van, aki durvában fogalmazza be, azt mondja a magyar, hogy egy birkanép.
A birkával lehet, hogy így van, de a birkának, hogyha jó pásztora van, akkor szerintem ez a birkanép az túléli, bármit képes túlélni, mert ugye ha jó juhászunk van. Most ugye az a lényeg, hogy ez a juhásztársaság, aki eddig terelgette ezt a birkanépet, ez úgy néz ki, hogy igencsak a szakadék felé terelgette. Talán még nem késő, én nagyon bízom benne, hogy nem késő, és a 24. óra még nem kattant el, hogyha öntudatára ébred ez a magyar nép, mert a magyarságunkat nem tudjuk elfeledni, ez nagyon jó, mert a génjeinkben van, csak végre a szemünket kell hozzá, meg az elménket kinyitni, hogy működjön újra ez a rendszer. És a magyarság az nem azt jelenti, hogy a magyar ságtudata lehet a cigánynak is. Tehát én úgy szoktam megfogalmazni egy-egy előadásom, hogy hajlandó lenni, vagy képes lenni meghalni a nemzetedért, tehát hogy a nemzet fönnmaradjon. Ha igen, és tök mindegy, hogy zsidó vagy zsidónak vallod magad, vagy cigánynak, akkor köztünk a helyed, mert akkor magyar vagy, akkor meg kell védeni a hazát. Fogalmaztam én egy levelet a köztársasági elnök úrnak is, ez is ott volt a honlapomon, én kértem tőle kihallgatást ezekben az izraeli betelepülésekkel kapcsolatban, amit lehet tudni, de ők ugye nem publikálják, és a fősodrású média az nagyon hallgat erről, mert az csak a népbutítást, a hűítést csinálja folyamatosan. Természetesen a köztársasági elnök úrnak valószínűleg ez méltóságán aluli, hogy egy hétköznapi emberrel beszéljen igazán magyarság sors kérdéséről. A köztársasági elnök úrnak nagyon sok minden. Azt hiszem, hogy méltóságán aluli. Nyilván én tudom, hogy ő is csak egy ugyanolyan báb, tehát azok a figurák, akik itt bohóckodnak magyarnak mondott, én Tel Avivi televíziónak nevezem, azok az illetők, akik ott vannak, és talán tegnap előtt éppen maga Gyurcsány Ferenc volt Porondon, élő adásban, teszem tegnap előtt, reggel, és bekapcsoltam a tévé, és látom, na mondom, akkor itt vége van a dalnak. Ha reggel a nagyfőnök azt mondja, ott dalol bent, ott csipog, és előtt, két nappal előtte a Kókát hívták be másik műsorba, másik televízióba, és Kókának minden második szava az csőd volt. Nekem ez köszönöm szépen elég, nem is kell hozzá tanulmányokat folytatnom, hogy tudjam, hogy emberek még attól is nagyobb a baj, mint amennyit ti gondoltok. Innen fogjuk folytatni, ha a telefonálót hallgassuk meg. Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, üdvözöljük! Ön van adásban. Halló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hallgatjuk. Halló. Hallgatjuk. Ceglédről vagyok, János. Üdvözöljük. Az a helyzet, hogy nagyon jó ez a műsor, de egy hibája van neki. Olyan, lenne a másik félről is egy szemét kéne, hogy ide kérni. Mert szerintem egy beszélgetés ilyen társalgási hiteles akkor, hogyha nincs. De honnan gondolja, Tel Avivból hozzunk valakit? Köszönöm szépen azért a titulust, hogy birkák vagyunk. Ez nagyon jó dolog hallani. Uram, nem figyeli akkor a műsor, csak nézi a képernyőt, de nem látja. Én azt mondtam, hogy nagyon sokan úgy vélekednek, hogy a magyar egy birka nép. A másik oldalról pedig úgy tudtunk volna hozni, hogyha Tel Avivból vagy Jeruzsálemből idehozunk valakit, kit hozunk ide, hogy hitelesek legyünk. Simon Perez talán, aki megmondta szó szerint, elmondta a magyaroknak, ugye? Pillanatnyilag. Hello! Igen. Az a helyzet, hogy honnan ismeri meg az izraelieket például itt az országban, hogyha valakit megy itt az országon, katonai járművel. Azt kérdezik, hogy honnan ismerjük meg. Ez egy kérdés volt? Igen, hogy honnan ismerjük meg? Először is Magyar Honvédség nem nagyon szokott... Igen. Magyar Honvédség nem nagyon szokott... Hát hallottuk, hogy ennyi izraeli katona van. Akkor most válaszolom, uram, egy kis türelmet, igen? Tehát Magyar Honvédség nem nagyon szokott cirkálgatni. Ezt hozzáteszem... Meghallgat? Nem fognak az... Most, hogy kirobbant az ügy, vagy kipattant az ügy, ezek az izraeli katonák ott lapulnak, ahol éppen lapulniuk kell. Tehát ez már nem dívik, hogy majd március 15-én egyéb nyugodjon meg, itt lesz a csapat, az, hogy magyar egyenruhába öltöztetik őket, mint ahogy 2006. október 23-án is ugyanígy itt voltak, az, hogy milyen egyenruhába öltöztetik őket, és tudnak egyáltalán magyarul, vagy nem tudnak magyarul, ez ne aggasson senkinek, hát az amerikaiak se tudtak magyarul. Kit zavart itt? Jöttek a kanadaiak, ők is voltak itt. Kit zavar? Hát ilyen átjáróház ez az egész ország. Ha egy csapat ukrán mafiózó jön be, az se tűnik már a kutyának se fel, mert hát olyan autókkal mászkálnak, olyan Mercedesekkel vagy olyan Audikkal, amivel egyébként a cigány maffia is szokott járkálni, meg az izraeli maffia. Ez egy ilyen ország. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Bekérem a következő telefonálót. Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kedves Nikolett, tiszteltem igazgató úr, üdvözlöm a vendéget. Szép napot! Vagyok.
Már találkoztunk hajdalában. Na szóval, azt mondja, hogy 1910. december 30-án a 285. száma a Rásen Invalidenben jelent meg a következő cikk, amit írt az Allianz Izraeli Tév. Testvérek, hittestvérek, az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. Ez pont az első telefonálunk is elmondta, Szalai úr. Igen, ő is ismerős. Igen. Erről szól az egész, és ezt az egész világ földkerekség tőkései nagy összegekkel támogatják, és mindent elkövetnek annak érdekében, mert ez egy olyan jó 30-40 mondatos esemény itt a könyv végén. A könyvet Marsalkó Lajos írta, és az a cím, hogy Országhódítók. Marsalkónak van még egy könyve, a Világhódítók címmel, és sajnos nagyon tetszik, igen, azt mondom, hogy sajnos nagyon tetszik, amiről tetszenek most beszélni, és foglalkoznak vele, mert David Duke könyve a zsidő szupramácizmus amerikai szemmel, David Duke az, akit nem akartak beengedni Magyarországra, és tagadja a holokausztot, épp időszerű arról beszélgetni, hogy miért tart itt az ország, és hogy miért a gyűlöletbeszéd a legfontosabb, és miért nem az, hogy ki mit tehet ezért az országért. Úgyhogy csak gratulálni tudok, és sok-sok-sok sikert ehhez a további munkához. Igazgató, mert majd szeretném beszélni önnel. Hagyjanak a számát, és akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Ez a legnagyobb probléma szerintem Magyarországon, ugye, hogy fennakadnak még azon emberek, hogy elhangzik egy mondat, ami neki nem szimpatikus, hogy valaki azt mondja, hogy birkák hát vagyunk, nem, köszönjük hát szépen, 20 éve, hogy... 20 éve, sőt talán több is, de legalább 20 éve folyik az a folyamat, zajlik az a folyamat, hogy soha nem nevezünk nevén dolgokat. Mindig finomkodtunk. Soha nem azt mondtuk, hogy ellopta, hanem hát kevésbé őrizte meg az állami tulajdon. Te nem mondtuk azt, hogy ellopta. És ha kimondjuk, akkor ugye? Ugye? Ebből. És ennek ez itt a vége, 20. év a rendszerváltás után itt tartunk, hogy szép lassan az ország fizetésképtelenné válik. Van egy nagyon, nagyon frappáns magyar kifejezés. Ugye a magyar nyelv az a legősibb nyelv. A magyar nép az a legősibb nép. Ez ezzel a probléma, hogy mi erről nem sokat tudunk. És a magyar, ha azt mondja, hogy na beszéljünk magyarul, akkor az mit jelent? Tisztán, egyértelműen, egyenesen beszéljünk igazul. Ha azt mondják, hogy beszéljünk magyarul, magyar azt jelenti, hogy igazul, tehát az igazat mond. Én megpróbálom ehhez tartani magam. Nyilván nem akarok én bizonyítékot, tehát most nem viszek két moszados ügynököt senkinek a háza elé, csak azért bemutassam, hogy majd ő elmondja. Hallgassa meg Simon Pereznek az elhíresült beszédét, keressen rá. Én írtam a könyveimben is erről a témáról. Az, hogy a cigányt meg a magyart hogy akarják... Simon Perez, csak hogy a nézők, akik nem olvasták, tudják, hogy miről van szó. Azt nyilatkozta, hogy felvásárolják Magyarországot, tehát nem kell ide már háború, így hanem van. Fogják, és pénzügyileg fogják megoldani. És minden simán megy, nincsen vele gondja, de még mielőtt ezt elmondta, előtte azt is mondta, hogy a kormányoknak nincsen pénze, a kormányoknak költségvetése van, és akinek költségvetése van, az mindenféle multinacionális cégeken keresztül, akinek viszont hatalmas tőkéje van, kormányt megvásárolni nem tart sem eddig. Ez történt nálunk. A cigánykártya kijátszása, vagy a cigány-magyar kártya kijátszása, illetve a cigány szaporítás, mert gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt kezdték el komolyan ezt a tervet véghez vinni, azért, hogy a cigányokból szavazógépet is csináljanak, ad egy, meg hogy minél nagyobb teher legyen a magyarság, a magyar test, illetve a cigányság, aki itt nem a jó vagy rossz cigányról van szó, hanem a két nációnak az egymás ellen uszítására, hogy mindenképpen etnikai feszültség legyen, csak azért, hogy közben az igazi problémáról, a zsidó problémáról ne beszéljünk, a zsidó, az izraeli, a haszid, a nevezzük akárminek, mert rögtön ráhúzzák az ember, hogyha kiejti a száján zsidó, hogy antiszemita. Mert azt mondja egyik barátom, hogy figyelj, nem vagyok, én nem gyűlölöm én a zsidót. Csak utálom, hogyha írtják a népemet és a magyarokat, a magyar népet szisztematikusan és jó régóta írtják, számtalan eszközzel, ez nem fog beleférni a műsorba, erről nem is beszélek. De én azt mondta körülbelül egy jó 10 perccel ezelőtt, hogy ön még mindig bízik abban, hogy ez a folyamat visszafordul. Na már most utána ugye azt mondta, hogy Kóka János minden körülbelül második szava csőd volt. Az elmúlt hetek vezető témája az, hogy a Magyar Köztársaság mikor mondja be az államcsődöt. Miben bízik még? Miben lehet bízni még? Először is én bízom önmagamban.
Bízom a Mossadban, hogy hagynak még egy kicsit beszélni. Nem tudom, az ő érdekük is egyébként hozzáteszem, mert hogy ebből már jól nem jöhetnek ki. Remélem, hogy hős nem akarnak csinálni. Ezt a feleségem nagyon megköszönni, hogyha még elevenen együtt tudna velem élni, és együtt tudnánk megöregedni. Hozzáteszem, hogyha ez nem jön össze, akkor ez nagyon sokaknak a kára lesz, mert itt olyan cudarvilág lesz hamarosan, hogyha most nem ébrednek, de nagyon-nagyon sürgősen, tehát az az úr is, akit azon akad ki, hogy birkának nevezik, hát ő nem biztos, hogy birka, ő lehet, hogy egy kategóriával nagyobb. Nagyon jó, hogy ezt említi. Egyébként most kimenjünk az utcára, azt látjuk, ha csak az utcán körbenézünk, hogy ebben az országban semmi probléma nincsen. Nincs. Hát ha lehet látni itt bármilyen problémát az embereknek? Semmi. Mindenki megy, teszi, veszi a dolgát, csend van, nyugalom van, nem tükrözi az utca azt a nagy bajt, ami egyébként már bekövetkezett, csak még nem neveztük nevén. Igen, és pontosan ez a legnagyobb baj, nem? Hogy napok kérdéséről van szó, vagy hetek kérdéséről. Mi az esély arra, hogy ez alatt a pár nap alatt, vagy pár hét alatt ezek az emberek fölnyitják a szemüket, és fölébrednek? 30 év alatt nem lehetett fölnyitni azt a szemüket. Azt mondják, hogy a magyarok azok okvezéreltek, tehát hogyha magyarnak nincsen oka, akkor nem nagyon csinál semmit. Tehát okkal történik. Na most, ha nagy baj van, az a magyarság mindig összekapta magát, és megrázta magát, és föl tudott ébredni. Az, mondom, ez bennünk van, tehát aki magyar, és most hozzátartozik ehhez, hogy aki magyarnak gondolja magát, meg magyarként is viselkedik, és a szíve magyar, az lehet zsidó, meg lehet cigány is. Annak nagyon össze kellene állni, én javasolnám tényleg a cigányoknak is, a tisztességes zsidó embernek, hogy menjen már a mazsihiszhez, és kérdezze már meg ott, hogy mit művelnek, mennyi pénzt hova tüntetnek el, és hogyan működtetik ezt a rendszert. Ne a magyarnak kelljen zsidózni, zsidózzon már végre a zsidó, azért, mert ő is megy a darálóba, ha itt kitör a polgárháború, tehát sikerül összeugrasztani itt a nációkat, és meghal egy pár ember. Ez nem játék, tehát ez nem Babra megyei játék. És ha ez kell ahhoz, hogy végre fölébredjen a nemzet, egyébként hozzáteszem, hogy ébred. Tehát én tártházas előadásokat tartok. Tudom, hogy ez nem látszik, mert még lassú, ahhoz képest még mindig én lassú. Én pessimista vagyok, és azt gondolom, hogy már lehet, hogy késő. Én meg azt gondolom, hogy akkor késő már, mikor vége az életünknek, tehát az utolsó pillanatig nem tudjuk, hogy mi miből lesz. Most a parlamentben nagyon-nagyon félnek, tehát van az, hozzám jön egy parlamenti képviselő, a lakásomon meglátogatott, az, aki már 10 éve ott van és szavazógépként használja valamelyik párt, meglátogatott és elmondta, hogy Imre, rájöttünk, tényleg azt kell csinálni, amit te csinálsz, nincs hova tovább. Tehát belemondani egyenesen, hogy ki a bűnöző, mi a bűne, és hogy az egész egy maffia rendszer. Itt az egész rendszer úgy, ahogy van. Az egész rendszer az utóbbi 20 évvel, a megelőző 50 évvel együtt, hogy úgy mondjam, revízióra érett, és aki manapság is lehet ezért követ dobni rám, vagy visszadobom kenyérrel, nem úgy látja, hogy radikálisan érdemes csak megközelíteni a témát. Radikálisan az azt jelenti, hogy ne puha módszerek nem jönnek már be. Itt vagy fölébredünk, vagy álomban segítenek át szépen a túlvilágra, mert most ez zajlik ám. 20 éve puha módszerek ide vezettek. Az országba, és ez a végeredmények. Ide vezettek. Hallgassunk meg egy telefonát. Jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok, ön van adásban. Háló. Jó napot kívánok, üdvözöljük. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm önöket. Ez csak van. Én már ma reggel is beszéltem a lányokkal, és most nagyon örülök neki, hogy a Valencsik úr ott ül, és nagyon szeretném megkérni, hogy minél több ilyen emberrel kapcsolódjon, mint ez a rendőrségi szakértő, mint a posta úr, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha nem csak beszélnénk, meg nem csak összefogást hirdetnénk, hanem valamit csinálni kellene, mert hát ez borzalmas, ami van, hogy se oktatásunk, se egészségügyünk, se életünk, se halálunk. Se fiatalság, se öregség. Hát mondják már meg, Magyarországon az embereket tényleg nem birkáknak, mert ha csak annak néznének, a birka az egy haszonállat. De józan paraszti ésszel nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az emberek nem azt hallgatnák, hogy birkák vagyunk. Hát értse meg, hogy mi van a háta mögött. És még azt szerettem volna elmondani, hogy a lányoknak van ez az állandó betelefonáló úr, akit hát megmondom őszintén, eleinte nagyon utáltam az éles beszéde miatt, de
amióta értem, hogy mit mond, és odafigyelek, teljesen mindegy, hogy kiabálva vagy veszekedve, nem kell tőle elkülönülni, hanem meg kell hallgatni őt is, hogy mit mond, mert ezért tesszük meg hétről hétre. Bemondásai vannak. Nagyon köszönöm. Mi is nagyon szépen köszönjük. Nagyon kevés időnk maradt, még a gyors telefonálót, az utolsó telefonálunkat hallgassuk meg. Jó napot kívánok. És már nem is kérünk többet, ezt a kollégáknak mondom, több telefont már nem kérünk, mert lassan a műsoridő vége felé járunk. Szóval a polgárháborúnál tartottunk most. Erre mennyi esély van, hogy esetleg ez mégiscsak sikerül kirobbantani? Hogyha a kormány nagyon rájátszik, tehát itt azért tényleg a titkosszolgálat az nem vicc. Tehát az, hogy a KGB, CIA, meg a Mossad itt van, tehát a MBH az tele van, minden tele van az ügynökökkel, az tudni kell. Az egész nemzeti oldal, az ébredező nemzeti oldal is egy kicsit megvan azért osztva, és megvan szórva, de hozzáteszem, hogy van jó hír, mert működnek. Tehát azért működik a Jobbik, működik a Magyarok Szövetsége, működnek olyan szervezetek, és ezek radikálisan gyarapítják a létszámot, mert egyre több olyan ember ébredezik, mint ez a betelefonáló hölgy is, és üzenem neki, hogy jelen pillanatban nem kell nagyon kapkodni, mondtam, hogy bankból vegye ki a pénzét egész nyugodtan, tehát a csőd az nem tesz jót a bemrekedt pénznek a bankban, lehetőleg váltsát valutába, készüljön föl egy hosszabb távú, hogy úgy mondjam, krízisre, tehát vegye magának élelmet, családjának, etc. etc. Beindultak már végre, ébredezik a magyar, itt akár egy nem is tudom, egy szikra is beindíthatja ezt a, és egy nap alatt lehet, hogy sikerül valami változást előidézni. Ha a Fidesz csinálja ezt a változást, azt üzenem meg, én sajnos a fideszeseknek üzenem ebben a vonatkozásban, hogy jól gondolják meg, mert annak a vezetőnek, azoknak a vezetőknek, akik eddig is benne voltak és tudtak, csak most már, amikor már menthetetlen az ügy, akkor az élére állnak, hogy mely mértékben szabad és mit szabad megengedni. A hölgynek üzenem megint csak, meg a többi nézőnek, hogy az, amit mi most teszünk, az maga a tevékenység, az maga a tett, mert először föl kell ébreszteni az embereket, hogy tudják, hogy veszélybe vannak, és hogy értsék meg, hogy mi a veszélynek a háttere, hogy ők eddig nem láttak ebből semmit, csak látták a tüneteket, hogy tönkrement a rendőrség, hogy itt baj van, hogy a közigazgatás, amiről eddig én is beszéltem, hogy az ügyészség, a bíróság, hogy mindenhol zsákutca van. Sőt, tehát most már azt is érzik, hogy ők maguk is tönkrementek, hiszen nem tudják visszafizetni a lakáshiteleiket, nem tudják visszafizetni. Vége. Magukon is érzik azt, hogy ennek a nótának itt, ahol van, most így véget ért ebben a formában. Meg kell változtatni kell, és nem kicsit. Akkor ki lehet azt mondani, hogy az az erő, aki ez ellen tudna tenni, és képes lenne hazánk dolgait rendbe tenni, az nem jelen pillanatban nincs benne a parlamentben, nem ül benne a parlamentben, az a magyar nép. A Kossuth téren nem található ilyen erő, én ennek szent meggyőződésem. Vannak ott jó emberek, hozzáteszem, tehát a parlamentben is ülnek olyan emberek, akik meg vannak vezetve. Hát Brüsszel is tele van idiótával. Tehát fogalmuk nincs róla, hogy miről szavaznak, vagy mi van. Ott vannak szavazógépnek, nem értik, nem érzik át, hogy a háttérhatalom hogyan manipulálja őket. Még meg se kell zsarolni. Egy jó állás éppen elég kényelmes ahhoz, hogy ott ne döntsön az ember olyan komoly kérdésekbe, a háttérhatalom hozza meg a döntést helyettük. Föl lehet ébreszteni, és a parlamentből is össze lehetne szedni az országházából az értelmes, értékes embereket. Hozzáteszem, hogy borul ott is a bili, tehát menekülnek most már, keresik ezeket a kapcsolatokat, az ott lévők, mert rájöttek arra, hogy meg vannak vezetve. És ha meakulpázva, meg bűneiket bánva is, de lehet újra kezdeni, az viszont kemény kezdés lesz, számonkéréses kezdés lesz. Ha nem ez történik, akkor tényleg megvalósul az új Jeruzsálem Magyarországon, és magyarok ebben a környezetben, vagy ebben a helyen nem fognak labdába rúgni, és nem azért, mert rabszolgák lesznek, hanem azért, mert nem fogják túlélni. Egyre többen mondogatják azt is, hogy az, ami mondjuk 90-ben elmaradt, ez úgynevezett békés rendszerváltás, a pofon nélkül rendszerváltás, az majd igazából most következhet be. Tehát most lehet az igazi rendszerváltás, bár nem simogatással és nem rózsafűzérekkel, de most fog eljönni az a pillanat, amikor tényleg rendszert válthatunk. Ha a magyar nép elég bölcs lesz ahhoz, és hogy ugyan elég gyorsan ébred rá arra, hogy itt már nincs mellébeszélésnek helye. Túl lendült már a mérlegnyelve azon a ponton, ahol még egyensúlyba lehet tartani a hazugságot. Tehát az igazság az nem tűri el a hazugságot, és most, ha még tovább hazudazunk, akkor tényleg szó szerint rámegy az életünk. Tehát nyugdíjasok bedőlnek, a gyógyszerárak elszabadulnak, ez népírtás.
amúgy is genocidumról beszélünk, de a magyarok genocidumáról, ami magával rántja és egyenes arányba jön a cigányok genocíduma is, még közben a nevető harmadik, az izraeli betelepülők, vagy nevezük akármilyen, nem, adjunk már nekik valami nevet, hogy ott ne kelljen. Mi hotten tudták, meg ott röhögnek a markukba, mert nekik meg szépül az ország, és települnek haza Izraelből, mert csak őket várja ez a csodálatos Kárpát-medence, ez a mi hazánk. Tehát itt egy oltári nagy csalásnak vagyunk most az áldozatai, és úgy néz ki, hogy erről a csalásról most egy icipicit föllebbent a függöny, és ezt a függönyt már nem lehet visszahúzni, úgyhogy szerintem egy pár napon belül kötelező, hogy a többi médiában is hasonló hangvételű, vagy hasonló témájú, nem is tudom, értekezések jöjjenek elő, ha nem is velem természetesen, én nem vagyok ennek szakértője, én szeretem a őszinte tiszta beszédet, szeretem azt, hogyha ki vannak mondva magyarul azok a gondolatok, ami az ember fejében van, azt nem lehet elhallgattatni, megölni meg nincs értelme, mert a magyarság ébred, egy helyébe száz áll, ezer áll, túllendültünk azon a ponton. Igen, a hallgatás. És hát remélem, hogy nem az a megoldás erre, hogy mindenki szedje a sátorfáját és hagyja itt ezt az országot, hanem pont az ellenkező, hogy igenis maradjunk itthon, igenis fogjunk össze, és csináljunk egyszer már rendet ebbe az országban. Ezért kapcsolták le a honlapomat, mert ilyen szabad beszéd volt rajta. Tehát válasz a feltett kérdésre, ez nem tetszik természetesen azoknak, akiknek az igazság fáj. Viszont a következő egy hétben azt hiszem, hogy sok minden el fog dőlni. Attól tartok, igen. Így igaz. Úgyhogy várjuk a fejleményeket, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Ismét nagyon gyorsan eltelt ez az egy óra. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva találkozunk itt a Közélet Extrában. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.